Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben egy legendás időszak legendás orvosait szólítjuk meg. Vendégem dr. Simon Kornél egyetemi magántanár. A többi címét most hadd ne soroljam fel, hiszen majd szó esik erről is természetesen. El kell, hogy mondjam, hogy kaptam öntől egy olyan összefoglalót a szakmai pályafutásáról, olyan visszatekintést, amely példaértékű mindenütt. Itt a beszélgetésünk előtt még arról ejtettünk szót, hogy bizony ezt mindenkinek meg kéne ismernie. Most erre lehetőségünk nyílik természetesen csak kivonatosan, de nagyon-nagyon fontos, hiszen az a leírás, amit a pécsi időszakról megtett, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára bizonyítja, hogy a Székesfehérvári Szent György Egyetemi és Oktatókórház milyen sokat köszönhet azoknak az orvosoknak, akik Pécsen nőttek, feltanulták meg a szakma csinyát, binyát, az emberséget, az orvoslás csinyát, binyát. Nos, hát erről kell, hogy beszéljünk, de először azért kicsit evezz a mélyre címszó alatt, tekintsünk vissza a fiatal éveire. Hogy választ egy középiskolás hivatást magának? Hát majdnem azt válaszoltam kapásból, hogy humán osztályba jártam, és a barátaim alapján, abból az osztályból, Kaposváron, a Táncsics Mihály gimnáziumból, heten mentünk orvosira, a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, és abból a hétből négyen, hosszú éveken keresztül, mind a mai napig, most már csak hárman tartjuk a kapcsolatot, a baráti kapcsolatot, de valahol azért ez a barátság és összetartozás már akkor szerepet játszott abban, hogy a közös érdeklődés mellett egymáshoz ragaszkodva is egy helyre mentünk. Tehát ez azt jelenti, hogy idejekorán eleve elrendelés volt, hogy az orvosi pályát választja. De ehhez viszont kiváló tanárok kellenek már a középiskolában. Hogy is. Olyan tanáraink voltak középiskolából, mintha egy karinti regényből léptek volna elő. Kling Ádám, aki latin tanított, és mellette hét nyelven beszélt, ő felszentelés előtt ugrott ki a rendből, és az egész életét, mint pedagógus, a tanításra szánta. És sorolhatnám, ugye neveket fölösleges mondanom, mert hiszen ön sem és a hallgatóság sem ismeri ezeket az embereket, de ezek az emberek nem csak a tantárgyat tanították. Ezek az emberek az életre készítettek föl bennünket. És ezeknek az embereknek a tanításában mindig ott volt az egyénre szóló letapogatás, hogy kiben milyen olyan képesség van, amit üstökön kell ragadni és biztatni. Ők igazi pedagógusok voltak. Tehát megkapták az útravalót. Igen. És egyenes útja vezetett a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Ez a 19-20 pontos időszak volt. Igen, most a felvételi pontszámra tetszik igen, gondolni. Igen, a felvételi pontszámra. Hát igen, arról még mindig azt kell mondjam, hogy érdekes módon én fizikából nagyon jó voltam, ennek ellenére a felvételi vizsgán a sót elpárologtattam. Magam sem értem, sem akkor, se utána, hogy csináltam. Ennek ellenére ez egy pont levonással, de végül is egyenes bejutást jelentett. És tehát Pécs. Pécsre megérkezni abban az időszakban én azt gondolom, hogy örökre szóló élmény, így visszatekintve is, de ott eltölteni azt az időszakot pedig még inkább, hiszen egy legendás tanári kar irányította az Orvostudományi Egyetemet, akiktől jószerivel mindent meg lehet tanulni. Ha nem is tudunk a teljesség igényével végigmenni ezen a névsoron, de azért említsük meg mindazokat, akik fontos szerepet játszottak a későbbi pályafutásában is. Én azt gondolom, hogy azon túl talán, hogy nem mindenkinek mond minden név valamit, de nagyon sokaknak még biztos ma is. Ernst Jenő, Csolnoki, Lissák Kálmán, Szent Ágotai, Dohofer, Környei, Kerpel Frónius. Ezek akkor, ugye a Vasfüggöny inneni oldalán is nemzetközileg elismert csodálatos emberek voltak. És ismét azt tudom mondani, hogy ezek az emberek, ezek nem csak a tantárgyat tanították.
Ugye Romhányi jut eszembe, és azt hiszem sokunknak, aki ebben a csodálatos egyetemi tanári karban tényleg a úgynevezett primus inter pares, tehát az első volt. Tudnék, ő tantárgy szerint korbonstant patológiát tanított, de valójában orvosetikát. És oly módon rajongtunk érte, és oly módon hallgattuk, és egy oly módon beoltott bennünket a legmélyebb szakma szeretetre, és az orvosi hivatásnak a szentségére, amit ma már én azt gondolom, hogy szinte érthetetlenül fogadnák a hallgatók. Ön fogalmazott úgy, hogy érzelmi töltéssel tudta tanítványait lelkesíteni. Igen. Hát ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a információt adom át, hanem azt jelenti, hogy az illetőt megtanítom önjáróvá lenni. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak kikérdezem, hanem annyira lelkesítem, hogy elkezd önmagától utána nézni dolgoknak. Tehát ez valahol egy rettenetesen csodálatos képesség, és nagyon fontos. Tehát nem az arany, nem a nyitja, mondta Csomjó György, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Nos, mi mindent lehetett megtanulni ezen túl? Illetve az is nagyon fontos kérdés, hogy mikor választott szakirányt magának? Tulajdonképpen harmadéves koromban, amikor szakmai gyakorlaton voltam a Kaposvári Kórházban, akkor valahogy akkor ott kevés orvos volt, és a belgyógyászati osztályon a férfi részleg egy 11 néhány ágyas részleg volt, annak a felügyeletét rám bízták. Ami miatt ugye, hát én késő délutánig ott voltam, és az adjunktus, aki felügyelt engem, az késő délután megjelent, ugye kigyomlálta a napi tevékenységemet, és valahol ez az emberfeletti befektetés, mert rettenetesen nehéz volt, hiszen gyógyszertan és egyéb klinikum nélkül kellett ezt csinálni, olyannyira kedves volt, és annyira megragadott, hogy még az augusztusi hónapban is, ugye július volt a kötelező, én bejártam, és tulajdonképpen ott jegyeztem el magamat a belgyógyászattal. Amikor végeztem, akkor a egyetemen nem volt éppen belgyógyászati állás, úgyhogy én egy évig radiológus voltam, és aztán onnan kerültem vissza a belgyógyászat. Tehát utána jött ez a 10 év, egy évtized, a igen. Jávor Tibor professzor. Jávor Tibor, aki szintén egy csodálatos ember volt. Csodálatos ember volt, mert rendkívül kreatív volt, rendkívül érteklődő, és voltak ugyan már akkor ugye szuper specializált szakemberek, ő is specializált volt, de ugyanakkor, mint egyetemi tanár és intézetvezető, a többi szuper specialistával is elméletileg egyenrangú volt, és csodálatos vitákat tudott folytatni. Miként érkezett meg Székesfehérvárra, hiszen ez egy legendás időszak, igen. 1978-at írtunk, amikor igen. Lefektették az alapjait annak, amit most Szent György Kórháznak hívunk. Nagyon egyszerű a történet, mert ugye Gógl Árpád szintén a Belklinikán dolgozott, és én úgy gondolom, hogy akkor mi rendkívül jó barátságban voltunk, és tulajdonképpen Kuhár Ferenc Gógl Árpádot hívta ide Székesfehérvári Kórházban, ahol két belgyógyászat volt, és abban az időben nekem már a tudományos minősítésem útba volt, és úgy jöttünk el együtt, hogy Gógl Árpád azzal a feltétellel fogadta el az ő megbízatását, hogyha én is vele jövök, és a következő évben én majd a másik belgyógyászatot nem részletezem itt a neveket, majd én megöröklem. Aztán ez egy picit megbonyolódott, de végül is a végeredmény ugyanez lett. Annál is inkább fontos volt ez az időszak, hiszen akkor érkezett, úgy tetszik, a pécsi különítmény azokban az időszakokban, Solt Istvánnal, aztán később jöttek a többiek, igen. Simon Gábor, Gerlain Judit, ők más vonalról, de akkor erősödött... Szegedről jöttek. Igen. És akkor erősödött meg olyan szinten a Szent György Kórház, aminek ma is csak a javát látjuk mi. Mi fogadta itt Fehérváron? Hát, majdnem azt mondtam, hogy egy kényszerhelyzet. Ugye most a napokban valamikor véletlenül, egész véletlenül kezembe került egy nagyon régi újság, amiben bemutatkozunk, Gógl Árpád és én,
És ott én még úgy szerepelek, hogy diabetológiával, hematológiai betegségekkel foglalkozó és klinikai farmakológus vagyok. Kardiológiára egy büdös szó nem volt. De amikor már én Pécsen, ugye Gógl Árpádnak a felkérésére kezdtem foglalkozni a székesfehérvári áttelepüléssel, akkor ott emlékszem, hogy elkezdtem már egy Semrót nevű kardiológiai EKG könyvet tanulmányozni, és amikor idejöttünk, akkor itt volt egy úgynevezett őrző, ahol tulajdonképpen hát a nagyon súlyos menthetetlen moribund betegeket helyezték el, és tulajdonképpen ott kezdődött el a kardiológiai tevékenység, és ugye itt nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyozottan ki kell emelnem, hogy rendkívüli segítséget kaptunk a műszerezettség és a megfelelő feltételek megteremtéséhez a Videotontól. Ugyanakkor a megérkezése utáni évben már a kandidátusi disszertációját védte meg, ami kicsit megint csak másról szól. Az egy egész másról szól sajnos, vagy szerencsére, ez teljesen nézőpont kérdése. Én úgy nőttem fel, hogy sok mindennel kellett foglalkoznom. A Szent Ágotai féle intézetben, ami tulajdonképpen anatómiai intézet volt, de ugye az valójában egy endokrinológiai centrum volt, mert ugye Szent Ágotai világhírű agykutató, Halász Béla, Székely György, Mes Béla, Flerkó Béla, ők tényleg endokrinológusok voltak. Ott én endokrinológiával kezdtem el foglalkozni. Amikor ugye a belgyógyászatra kerültem, akkor ott az egy gastroenterológiai profilú klinika volt, de volt hematológiai része, volt immunológia, és abban is nekem részt kellett venni, segítkeznem kellett. Amikor Jávor Tibornak volt, ugye az akkori főnökömnek egy olyan szokás, hogy belgyógyászati szakvizsga után kötelező átmenni az intenzív osztályra egy évet. Oda kerültem, ott még jobban immergálódtam a kardiológiával, és tulajdonképpen én hát elég sok mindennel kellett, hogy foglalkozzam, de ugyanakkor Jávor Tibor kapcsán az egész klinika egy klinikai farmakológiai centrum volt. És abban nekem nagyon jelentősen részt kellett mennem, mert a szerkesztő kérdésére ugye az a bizonyos kandidatúra, az a gyógyszer mellékhatásoknak a felmérésére irányult. Orvosi beavatkozások, kockázat. Hát az egy erőteljesen ilyen Bayes-féle feltételes valószínűségekkel dolgozó, tulajdonképpen elméleti dolog volt abban az időben, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon új területnek számított. Ennek tükrében hogy tudott kiteljesedni itt Fehérváron? Kényszerűségből, és én mindig azt hiszem, hogy hajlamos voltam az elméleti dolgokra. Ha elegánsabban fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy fogékony, de inkább hajlamos. Viszont azzal, hogy én megkaptam ott az intenzív részleget, ami azt jelentette, ugye, hogy ott pillanatok alatt kellett dönteni, és nagyon kritikus helyzetben. Ez a fajta körülményrendszer rászorított engem a nagyon is gyakorlati gondolkodásra. És ez is egy rendkívül szerencsés stimulus volt. Ez annál is inkább is így van, mert ha a klinikai a publikációit nézzük, akkor rendkívül széles tárgykörben tette meg ezt. Ez mit jelentett akkor? Ez akkor elsősorban egy egyre szélesedő spektrummal kardiológiát, intenzív terápiát, de az intenzív terápián is elsősorban a szívinfarktus kezelést jelentette. Ebben az időben ugye a szívinfarktus kezelésében a trombolízis, tehát a gyógyszeres trombus oldás volt egy felszálló ágban is. Ebben mi nagyon szerencsésen tudtunk belekapcsolódni, olyannyira, hogy ebből a témából éveken keresztül európai és világkongresszuson székesfehérvári, hogy mondjam, hát nem egyetemi szintű helyről jöve előadásokat és közleményeket tudtunk produkálni. Nagyon fontos kérdés, hogy hogy teljesedett ki a kórház. Tehát azokkal az orvosokkal, akit Kuhár igazgató úr meginvitált Székesfehérvárra, egyre magasabb szintet értek el.
Én azt gondolom, hogy mindegyikünk ugyanezt tette a maga területén, és azt gondolom, hogy akkor korban is, és nagyon sok segítséget kaptunk a kórháztól, nagyon sok segítséget kaptunk a Videotontól, ezt már említettem. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy nem csak a magam területén, hanem a főorvostársaim is a maguk területén rendkívül produktívak voltunk. Nem csak divat volt, hanem jószerivel elvárás is akkoriban a szakkollégiumi tagság. Hiszen az, én azt gondolom, hogy ha kitekintünk, a kitekintésre szüksége volt az orvosnak is, ez pedig hol másut kaphatta volna meg, mint ezekben a szakkollégiumokban. Ez, igen. Hát tagja voltam a kardiológiai szakkollégiumnak, anesteziológiai szakkollégiumnak, de ami ide vonatkozó nagyon megható és számomra rendkívül emlékezetes történet, hogy Kerkovics Gyula, akinek a kardiológiai társaság örökös tiszteletbeli tagja és székesfehérvári vonatkozása van, mert ugye itt végzett középiskolában, van egy emléktáblája is, így van. Egy hétfő reggel, amikor mentem be dolgozni, és akkor volt nekem a szakrendelésem, akkor a legnagyobb döbbenetemre ott a váró betegek között ott ült a Kerkovics tanár úr, minden bejelentés nélkül. És kiderült, hogy azért jött ő hétfő reggel 8 órára oda, hogy felkérjen, hogy a szakmai kollégiumnak legyek a tagja. Mennyit segített a szakmai kollégium egyébként a praxisában? Általában egy orvos praxisában mennyiben segít, ha odafigyel a szakkollégiumai munkára is, illetve az ottani kiadványokra és így tovább? Hát olyan értelemben most tetszik tudni, amikor az ember ugye vizsgaszünetre készül, akkor nem csak jó lesemségből foglalkozik a teendőivel, hanem kötelezőséggel. Amikor az ember egy kollégiumban van, akkor mindenféle feladatokat kap. Például a szívinfarktus trombolitikus kezelésének a módszertani levelét Magyarországon először, azt mi írtuk meg innen Fehérvárról. Tehát ott az ember egy kényszerű helyzetbe kerül, hogy muszáj valamit teljesíteni. Nyilvánvaló. Az elismerések sem kerülték el, mondhatjuk, nem sorolom fel az összeset, de azt hiszem, hogy amit egy szakorvos megkaphat itt Magyarországon, azt átvehette már. Ez mennyire erősít meg egy orvost, ha odafigyelnek a belső, tehát a társai is rá? Egyfajta, hogy mondjam, kötelezettséget ró az emberre. És nagyon fontos ez a fajta elvárásrendszer, ami szembeszegeződik így az emberrel. De hát ezzel kapcsolatban azért hadd mondjam azt, hogy talán ennél is fontosabb az a fajta kényszerűség, amit a munkatársaknak a ragaszkodása jelent az emberhez. És lehet, hogy most a beszélgetésnek talán egy olyan pontját érintem, ami nem biztos, hogy feltétlenül ide kívánkozna, de ugye amikor én nekem el kellett jönnöm Fehérvárról. Igen, ezt 2000-et írtunk. Így van, és ugye hát az eléggé, hogy mondjam, széleskörű mass media jelenségek közepette történt, akkor ugye engem eltávolítottak innen a kórházból, akkor 8 munkatársam mondott föl, és teljes döbbenetemre a engem invitáló, átvevő Siófoki Kórház akkori főigazgatója, aki egyébként a Kórházszövetség elnöke is volt, Varga Ferenc. Mind a 8 munkatársamat, tehát 4 orvos, 3 nővér és egy titkárnő átvette Siófokra. Ezt most azért mondom el, mert én ezt úgy éltem meg, hogy ez a fajta ragaszkodás, és ez a fajta gesztus a munkatársaim részéről, ez engem mélységesen ledöbbentett, sőt rádöbbentett arra, hogy innentől kezdve nekem mekkora felelősségem van. Addig én valahol olyan automatikusan tettem a dolgomat, de innentől kezdve éreztem, hogy 8 embernek nem csak szakmailag, hanem emberileg is tartozom. Igen, valahova és valakiért, illetve igen, a választott hivatás és a Hippokratészi eskü mentén, illetve a Romhányi professzortól és Enns professzortól ez tanultak. Annyira igaz, hogy ezt a momentumot, amit most elmondtam, én tényleg úgy gondolom, hogy egész életemnek ez volt a legnagyobb sikere.
Igen, és akkor, ha már siker, akkor beszéljünk az egyetemi magántanári kinevezéséről, illetve arról a rendkívül nagyon-nagyon érdekes, hogy 31 esztendővel azután, hogy 1965-ben egy tudományos diákköri pályázatot nyert, annak a folyamányaként írt valamit, illetve ami a tudományos tevékenységhez hozzátartozik, és így kapott egyetemi magántanári címet. Beszéljünk erről egy kicsit, hiszen eltett 30 év egy emberöltő, és nem feledődött el. Az teljes egészében a székesfehérvári tevékenységhez, a már többször szóba került szívinfarktus, trombusoldás, trombolitikus kezelés módszertanáról szólt. És ez az előadás, illetve ez a munka, ez valóban teljesen független volt a gyógyszer mellékhatásokról, ami a kandidatúrámnak a tárgya volt, de igazán még azt is meg kell mondjam, hogy a szívem csücske, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi tudománynak a mérlegén lemérve a legfontosabb tevékenységünk az nem is ez volt, hanem egy úgynevezett kábult szívizomhoz tartozó vizsgálatok, illetve közlemények, ami tulajdonképpen nem is jelent meg így összefoglaló néven sehol sem. Nem hagyhatjuk ki a Szent István Tudományos Akadémiát sem. Hát igen. Az, hát ugye, ha volt egy ilyen autobiográfia ismertetés, amit a szerkesztő úrnak elküldtem, ugye, és abban nyilván feltűnt, hogy vannak pécsi évek, és vannak székesfehérvári évek. Ez megjelent ugye 2004-ben, és Varga Ferenc, ugye akkor 2000-től már én Siófokon voltam, akkor azt mondta, hol vannak a siófoki évek? Hát 2004-ben még nem lehettek, most viszont ugye 2021-et írunk, és én azt gondolom, hogy a siófoki években már ez a fajta kiszélesedés, tehát nem is a szuperspecialitás, hanem az orvoslás egészének szakmai és etikai kérdései foglalkoztattak, mert az elmúlt 20 évben őrületesen megváltozott a gyógyítás. Csodálatos irányban egyszer, de őrületes paradoxonok vannak. Ugye Romhányi ugyanazt mondta, mint Hippokratész az esküben. Minden tudásodat fordítsd betegeid javára, és jámborságodat őrizd meg. Hát ez a jámborság, ugye ez azt jelenti, hogy morál, alázatosság. Romhányi ezt leegyszerűsítette rettenetesen, csodálatosan, felkészültség és alázat. Na most ennek a szellemében, ami a tudományban, a orvostudományban előrehaladás történt, az lenyűgöző, de valahol rettenetes módon megváltoztatott sok mindent. Lehet ennek gátat szabni? Nem lehet, talán nem is szabad, de valahol egy végletességét talán meg kellene szüntetni. Ha lehet, erről egy pár szót mondanék. Ugye mindenki előtt azt hiszem ismert az, hogy ma a tényeken alapul orvostudomány. Tehát az ugye, hogy most már bizonyos vizsgálatok eredménye alapján, bizonyos szakmai ajánlások alapján kell, mint egy kottából játszani. Ez a gyógyító orvos személyes hozzájárulását az egészhez bizonyos értelemben lecsökkenti. Ugyanakkor viszont a egyetemes tudás nő, egyre több diagnosztikus, terápiás lehetőség van. Az armamentúra borzalmasan kiszélesedett. Egy csomó objektív adat ömlik a gyógyító orvosra. Azelőtt egy orvos, aki kikérdezett valakit, megvizsgálta, a diagnózisnak a 90%-át produkálta. A 10% maradt a vizsgálatokra. Ez most megváltozott. 90% a vizsgálati eredmény, és 10% az orvos személyes kontribúciója, hozzájárulása. Mert ez az orvos, aki ma gyógyít, ő objektív adatok alapján teszi. És azt gondolja, hogy miért kérdezgessek én, miért kopogdassak,
meg miért hallgatózzak, amikor CT van, MRI és mindenféle csodálatos képalkotó eljárás. Én objektív adatokra hivatkozom. Ez hiányzik? Valahol ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok pozitívumot hoz, de észre kell venni azt, hogy a klinikai kép, ami az orvos észlelése, az eltűnt az egészből. Szóval Amerikában, ahol tényleg high-tech van, és mindenféle csodálatos lehetőségek, van egy fogalom, ugye, amit úgy rövidít az irodalom, hogy W, ez a Workstation on Wheels, ez egy gördíthető kompjúter, ami az orvosnak a kezébe van. És tulajdonképpen ő, amikor a beteggel találkozik, az összes adatot ebbe beleveszi, az összes vizsgálatot ezen végzi, az összes végeredményt ebbe tartja, és a beteggel gyakorlatilag nem találkozik. Most jön egy döbbenetes adat, hogy ezen high-techben dolgozó amerikai orvosok 40 év alatti korosztályában 30% az úgynevezett burnout, kiégettség. Nem tudják, nem érzik jól magukat. És ennek van egy őrületes ellenpontja, amire egyszer véletlenül asszociáltam, talán egy éve vagy másfél éve, Mexico Cityben volt egy bemutató teniszmérkőzés, a Nadal és a Federer. Hát ugye ez egy bemutató mérkőzés volt, nem volt igazán tétje, de náluk ez presztízs. 70 ezer ember nézte. És utána a riporter megkérdeztek tőlük, hogy milyen volt ez az egész légkör. És egymás szavába vágva, szemmel láthatóan, teljes lelkesedéssel azt mondták, hogy ezt az érzést, amit itt éreztek, soha életükben még nem érezték. Miről van szó? Arról van szó, hogy a kiégett orvos, aki a szellemi értelmi funkciójában és a high-tech-kel mindent megvalósít, de nincsen orvos-beteg kapcsolata, nincsen érzelmi kapcsolata, ő szenvedettől ez a burnout. Ha valaki viszont megkapja ezt a fajta titokzatos, emocionális üzenetet, ami óhatatlanul egy külön lelki élmény, akkor ettől valami felmérhetetlen boldogság, vagy felmérhetetlen lelki élmény érez. Na most ez a fajta kapcsolat, és ez egy paradoxon, ugye? Hiába nőtt az egyetemes emberi tudás. Megszűnt az orvos-beteg kapcsolat, és a burnout viszont azt jelzi, hogy ez a fajta érzelmi kapcsolat, ez hozzátartozik a gyógyításhoz. A gyógyítás nem csak a törvények ismerete és alkalmazása a diagnózisban, a terápiában, nem csak értelmi tudás, hanem valamiféle titokzatos kapcsolat is. Hát ettől nem csak tudomány, hanem művészet is. Na most ez egy kicsit, amiről azt mondtam az elején, hogy polarizálódtunk csodálatos magasságokba, de valamit talán elvesztettünk. És ez a része nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És ezt őrzi ön? Igyekszem őrizni. Nagyon-nagyon igyekszem őrizni. Ugye Romhányit többször említettem. Ugye a specializálódás is ide tartozik ehhez a változáshoz. Ami gyönyörű szép dolog, mert egészen apró részletekről tudunk, amik csodálatosak. De ugye az a bizonyos anekdóta, amit ugye valahol talán le is írtam, hogy amikor Pécsen, ugye Romhányi és Szent Ágotai egy épületben dolgozván, valamikor a 70-es években megkapta Szent Ágotai az első elektromikroszkópos berendezést, ami egy csoda, ugye, ami valami egészen apró felbontásokra képes. És szólt Romhányinak, hogy jöjjön át és nézze meg, és az elektromikroszkópot az a Hámori József kezelte, aki hát most május 1-én távozott közülünk, ugye akkor ő tanársegéd biológusként egy mitokondriumot, ez egy olyan apró sejten belüli kis részecske, amit nem lehet mikroszkóppal látni. Ezt demonstrálta Romhányinak, és Romhányi megkérdezte tőle, hogy mester,
mennyibe kerül ez a csodálatos masina? És akkor mondott egy őrült összeget. Hol tanultad? És akkor elmondta, hogy Párizs, London, én nem tudom hol. És akkor Romhányi összevonta a szemöldökét, és azt mondta, hogy őrület, mennyi pénz, mennyi energia, hogy valaki a látóterét leszűkítse 10 angströmre. Na most ebben benne volt a csodálat is, de benne volt az aggodalom is. Attól, hogyha valaki ilyen mélységekbe elveszik, akkor nem fogja látni az egészet. És ennek az ellenpontja az, hogy a szuperspecialista csodálatos dolgokat tanál. De hogyha valaki az egészet a holisztikumba tudja látni, az ránéz egy betegre, és azt tudja mondani, hogy kérem, ennek a betegnek nagy valószínűséggel vesebetegsége van, ez máj betegség. Tehát az egész, mint olyan, önmagában nem a részek összege csak, több is lehet. Plusz információt tartalmazhat. Hát ez a gestalt pszichológia. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ezek elmentek, kimentek a divatból. Óriási produktumokat produkálunk, de valahol a szintézis, az egész az elveszik. Főorvos úr, én köszönöm, hogyha kivonatosan is megmutatta és elmondta nekünk, hogy becsüljük meg, tiszteljük az egészet, és hát mit kívánhatnék önnek? Jó egészséget kívánok, és maradjon köztünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen a jó kívánságot. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a vendégünk Simon Kornél főorvos úr volt. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!